tudom, ide rakom majd. Jó, ide. Hogyha úgy van. Nem üzemel a másik. Szép jó estét kívánok, köszöntök mindenkit az Agórán. Ez a Közös Ország Mozgalom Agórája, amit augusztus 20-ától kezdtünk építeni, szeptember 1-én adtunk át, és akkor álltak itt utoljára a pártok képviselői, akikkel együtt elindítottuk azt a folyamatot, hogy legyen Magyarországon egy igazságos választási rendszer. Ez akkor még csak egy ígéret volt, és ez az ígéret itt, a Flaszteren kezdett el íródni. Nagyjából ugyanilyen időben, hidegben, sokszor a szél is fújt, eléggé zordak voltak a körülmények, de nagyjából egálban voltak azokkal a körülményekkel, amelyben ez az ország jelenleg található, tehát hogy nem volt nagy diszonancia között, amiben egyébként a hétköznapokat le kell tölteni a magyar állampolgároknak, és aközött, ami a munkakörülmények között megszületett végül ez a törvény. Mert hogy megszületett az itt lévő pártok megalkották azt az új igazságos és arányos választási rendszert, ami végre igazságos hatalomgyakorlást tud eredményezni ebben az országban. Köszönet nekik érte! Külön szeretném megköszönni. Bejelentett demonstrációként zajlott az elmúlt egy hónapban, el és nappal, hajnalonta is így álltak, ha kellett, vállalták a hideget, az esőt. Nagy-nagy köszönet a Közös Ország Mozgalom aktivistáinak, hogy lehetővé tették azt, hogy a munka zavarodott. Köszönjük szépen! Személyesen szeretnék, van még valaki, akinek személyesen szeretnék köszönetet mondani. Most játékszabályt dolgozunk ki. Ez egy elvjáráspont. Nem fogunk fölállni az asztaltól akkor, hogyha egy számunkra a demokratikus kereteken belül más szempontokat hangsúlyozó rendszer mellett alakul ki többség. Engem a Viktor meggyőzött. Itt most ennél az asztalnál nagyon sokan, többek között az MSZP elég karakteresen mást képviselnek ebben a kérdésben, és ezért hajlandóak vagyunk erről az álláspontunkról elmozdulni a kompromisszum érdekében.
nem fekszünk keresztbe, hogyha ez lesz a konszenzus. És akkor Gergő, megkérdezlek, az eredeti 110-110 dugalmas két határon túli 5% viszont. Baromi jó. Ú, de jó. Hosszan kardoskodtam az alternatív szavazat az egyéni ágon és a nyílt lista mellett, de elengedtem, tehát újra ki lehet nyitni. Nem kardoskodtál annyira hosszan, csak picit. Hát elmondtam, hát milyen egyedül maradtam. Közönségigény mutatkozik a nyílt lista. Jó, csak én elmondtam ebben az álláspontomat, és hogyha tárgyalunk normálisan és kisebbségűek, akkor egy időt el kell engednem. Pont. Nem arról szól ez a megbeszélés, hogy egymás között hogy osztanánk fel a mandátumokat, hanem arról, hogy hogyan lenne igazságos. A MUMA, és ezt szeretném hangsúlyozni, végig azt az álláspontot fogja képviselni, hogy a kompromisszumra törekvés és a végén az aláírás. Mindenki eszelősen egyetért. Így van. És akkor most azt kérem a pártok képviselőitől, hogy egyesével jöjjenek és mondjanak néhány szót erről a folyamatról, hogy nekik mi volt a legfontosabb tanulsága ennek. Elsőként az Együtt részéről Juhász Pétert. Igen. Így? Háttérbe szorítanak engem. Igen. Hangpróba 1-2. Köszönöm. Hát először is én azt hiszem, hogy most arra kaptunk felkérést, hogy fél percben beszéljünk, ha jól tudom nagyjából, úgyhogy a köszönet nyilvánításon túl Gulyás Mártonnak azt hiszem a legfontosabb megköszönni ezt az egész folyamatot, illetve magát a kezdeményezést, hogy magát a közös ország mozgalmat létrehozta egyáltalán. Úgyhogy ha elsőként szólhatok, akkor Marci, köszönjük! És valóban Zubek Adrián a másik, aki külön a pártomban is felhívták a figyelmet, hogy külön mindenképp név szerint köszönjük meg, mert hihetetlen munkát végzett, úgyhogy Adriánnek köszönjük nagyon a menedzselését. De ezen túl az Együtt nevében nyilván minden egyes szervezőnek, résztvevőnek, rendezőnek, és én azt hiszem, hogy azoknak is, akik figyelemmel követték az eseményeket, azoknak is köszönjük. Ugyanakkor nekem nagyon szerencsés a helyzetem, mert a legkevésbé kellett finomodnunk a beadott koncepcióhoz. Azt mondhatom el, ha annyi pártpolitikát megengednek, hogy azért volt nagyon könnyű dolgunk, mert itt egy dolgot láttak, amit Szigetvári Viktor elengedett végül, ez a nyílt lista volt, illetve az alternatív szavazat, ez a listán, illetve az egyéni jelöltek esetén gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Szerintünk a választók ezzel egyetértettek volna még, hogy egyébként a listát maguk is ők rakhatják össze, vagy súlyozhatják. Ezen kívül az együttálláspontja minden megegyezett azzal a kezdő javaslatunk, mint ami a konszenzusos lett. Úgyhogy mondhatom azt, hogy mi valóban a józan középúton járunk, ezt gondoljuk még magunkról. Köszönjük még egyszer a folyamatot, és köszönjük Önöknek is a figyelmet. Köszönet Marcinak, Közös Országmozgalomnak, Adriánnek, szól mindenkinek. Két megjegyzést hadd tegyek. Szóval szerintem azt láthatjátok, hogy intellektuálisan és emberileg lényegesen jobb állapotban van a demokratikus ellenzék, mint amilyennek időnként kívülről tűnik. Ez az egyik legnehezebb kérdés, a választójogi ügy, és hogyha hát nem egészen egy hónap alatt ebben sikerül kompromisszumot kötni, akkor még az is lehetséges, hogy ezek a pártok, mozgalmak jól tudnák vezetni ezt az országot, és másból is meg tudnának állapodni. Remélem, hogy így lesz. Egyetlen egy olyan pont van, ahol a demokratikus koalíció záradékkal fogja ellátni a közös nyilatkozatot. Nézzék el nekünk, nem akarunk troublemakerek lenni, rossz fiúk, tehát tudják, hogy én azon kevés képviselők között vagyok, akik nem szavazták meg a kettős állampolgárság automatikus megadását sem, de azt tudomásul véve is érzékel, hogy az ország nagy része ezzel megbékélt, azzal nem akarunk és nem tudunk megbékélni, hogy akik életvitelszerűen nem Magyarországon tartózkodnak, vagy tartózkodtak a múltban, azok alakítsák azt, hogy mi hogyan éljünk, akikre a szabályok vonatkoznak. Ezért egy nagyon rövid, tárgyszerű, nem bántó nyilatkozatot fűzünk a közös egyességhez, csak hogy rögzítsük álláspontunkat.
egy sor dologban kompromisszumot tudtunk mutatni, ebben ne haragudjanak, ebben nem. Márton, Adrien, többiek, köszönöm szépen. Ferenci István, a Lehet más a politikától. Nagyon szeretnénk mi is megköszönni a Közös Ország mozgalomnak ezt a lehetőséget, azt, hogy a tartalmatlan összefogás mantra helyett végre az ellenzéki pártok valódi politikai kérdésről beszéltek, mi nagyon fontos a magyar demokrácia szempontjából. Ráadásul egy olyan törvényjavaslatot sikerült együtt közösen létrehozni, amely a két forduló újbóli bevezetésével okafogyottá tenné, értelmetlenné tenné a kényszerű összefogásról való beszédet. Emlékezhetünk még a 2010 előtti rendszerben, nem volt ilyenre szükség. Még egy két dolgot szeretnék kiemelni ebből a javaslatból, ami törvényjavaslat formájában az országgyűlés elő is fog kerülni. Ez pedig az, hogy sokkal jobban, sokkal hülyebben fejezi ki azt, hogy milyen sokféle választóval, milyen sokféle politikai nézetet képviselnek a választók. Ez a sokféleség sokkal jobban megjelenhet a parlamentben, hogyha ilyen módon választunk képviselőket, és sokkal arányosabban jelen lehet meg az is, hogy milyen arányban van ez a sokféleség jelen a magyar társadalomban. És még két dolog. Az egyik, hogy a javaslat azt is tartalmazza, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező, de külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, tehát klasszikusan a londoni magyarok, kivándorolt magyarok hasonlóan szavazhassanak levélben, vagy interneten, vagy a többféle helyen, mint a határon túli ott született magyarok. Ez az egyik. A másik nagyon fontos, a határon túli magyarokat illetően pedig az, hogy szemben a mostani rendszerrel, ahol csak magyarországi pártlistákra szavazhatnak, és tulajdonképpen a magyarországi pártpolitika szekértábor harcában kell állást foglalniuk, ez a javaslat azt tartalmazza, hogy saját egyéni választókerületeik legyenek a határon túli magyaroknak, és így az ő politikai érdekeik jelenhessenek meg a magyar parlamentben. Köszönöm szépen! Bősz Anett a liberálisoktól. Én is szeretném megköszönni nektek azt, amit itt tettetek. Nagyon úgy tűnik, hogy ez az agóra szimbólumává vált annak, hogy talán ennyire fapadossá kellett váljon a helyzet az ellenzéki padsorokban, mint ami itt az agórában is volt, hogy végre valami változzon. Én azt gondolom, hogy itt az elmúlt 3-4 hétben valami nagyon változott. És az az volt, ami itt a Kismémben is láthatóvá vált, hogy az a fajta kompromisszum készség, ami áradt itt a tárgyaló felekben, az gyakorlatilag évek óta nem jellemezte a demokrata ellenzék pártjait. Ez mindenféleképpen egy olyan változás, amiért azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk a szervezőknek, és azt gondolom, hogy a partnereinknek is köszönettel tartozunk. Úgyhogy én szeretném megköszönni azt, hogy létrehoztátok ezt a fórumot, létrehoztátok az agórát, és hasonlóan ahhoz, ami az elmúlt 7 év kormányzása alatt az ellenzékiséget jelentette, ilyen fapados módon, ilyen körülmények között, amikor vagy a szél elől bújtunk végtelen sok takaróba, vagy aztán megpróbáltunk befűteni, de annyira kattogott a fűtés, hogy aztán inkább kikapcsoltuk, mert féltünk, hogy ellenünk fordul a szerkezet. Szóval én azt gondolom, hogyha ilyen körülmények között sikerült ekkorát előrelépni, akkor bátran hihetünk abban, hogy az elkövetkezendő hónapok során is tudunk tovább lépni, és tudunk valami olyan irányba menni, ami ennek az országnak a közös érdeke, éppen ugyanúgy, ahogy ennek az országnak is közösség kell várnia. Úgyhogy én még egyszer nagyon köszönöm. Nem szeretnék nagyon nagy hangsúlyt helyezni arra, hogy mi az, amiben mondjuk a Magyar Liberális Párt egy kicsit külön utat járt itt a tárgyaló partnerek között. Nagyon sok olyan kezdeményezésünket húztuk vissza a kompromisszum érdekében, ami csak amilyenk volt. Az egyetlen, amihez ragaszkodtunk, és amiért záradékolni fogunk, ez a küszöb kérdése. Én azt gondolom, hogyha csak ilyen apróságokon fogunk összeveszni az elkövetkezendő hónapok során, akkor abban is hihetünk, hogy lesz e mögött, az ellenzék mögött egy nagyon sikeres fél év és egy sikeres választás. Úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek. Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt.
Szép jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Látszólag az lehet a mai hír, hogy a ellenzéki pártok összefogtak, hogy leváltsák a Fideszt, és ez akár lehetne is egy fontos és jó üzenet mindenki számára, de ma addig jutottunk el, vagy az elmúlt egy hónapban addig jutottunk el, hogy világossá tudtuk tenni mindenki számára, hogy van egy olyan választási rendszer Magyarországon, amelyik tömbösíteni kényszerít minket, amelyik nem engedi azt, hogy kiki megmutassa a saját maga önálló karakterét. Egy olyan választási rendszer van Magyarországon, amit az emberek többsége nem ért, és ezért aztán nem is tud úgy élni a szavazatával, ahogy igazándiból azt gondolja a végeredményképpen. És van egy olyan választási rendszer, amikor egy masszív kisebbség tartósan hatalomba tarthat egyébként egy országban is egy kisebbséget, egy viszonylag nagy többséggel. Abban állapodtunk meg ezek a pártok, hogy tegyük világossá mindenkinek, hogy van más választási rendszer, van lehetőség más választási rendszert elfogadni Magyarországon. Nem vagyunk naívak, nincsenek illúzióink. A régi választási rendszerben fogjuk 2018-ban legyőzni a Fideszt, és majd utána elfogadjuk ezt a választást. Köszönöm a munkát mindenkinek. Barta Péter, Modern Magyarország Mozgalom. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit szeretettel. A Modern Magyarország Mozgalom büszkén és boldogan vett részt ezen a tárgyalássorozaton, és mi is nagyon nagy tisztelettel adózunk minden résztvevő iránt, és a közös Magyarországnak is köszönjük egyáltalán, hogy megteremtette ezt a lehetőséget. Én már abban a korban vagyok, hogy a 89-es időszakra is elég jól vissza tudok emlékezni. Ugye akkoriban egy ellenzéki kerekasztal mellé ültek az akkori résztvevők. Ez az asztal, amit itt a filmen láttunk, nem kerek volt, négyszögletes volt, de én azt gondolom, hogy a célnak tökéletesen megfelelt, és a sajnos újra kialakult autokratikus rendszer megváltoztatása, megdöntése újra feladatunká vált. Én azt gondolom, hogy ez minden résztvevő, minden párt látja, átérzi, és azt gondolom, hogy kötelességünk ezt a munkát továbbvinni. Nem szabad megállnunk ott, hogy csak a választórendszerről gondoskodjunk. Ez az első lépés, és megyünk tovább. Köszönöm szépen. Orosz Anna, Momentum. Jó estét kívánok! Én is nagyon szeretném megköszönni Gulyás Mártonnak és a Közös Ország Mozgalom minden segítőjének, hogy életre hívták ezt a kezdeményezést. Mi a Momentumban nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ebben a kezdeményezésben részt vehettünk, és ahogy azt a nyilvánosságra lépésünk óta mondjuk, nagyon hangosan, ügyek mentén mi igenis szeretnénk együttműködni minden politikai párttal Magyarországon. Azt gondoljuk, hogy a választási rendszer az egy olyan fontos ügy, aminek mentén természetes és magától értetődő, hogy beszélnünk kell egymással, hiszen a választási rendszer az nem más, mint egyszerűen azon szabályok összessége, amelyek a választói akaratot 4 évente parlamenti székekké konvertálják. Ugye az előttem szólók már azért kitértek nagyjából arra, hogy mik voltak azok a kérdések, amik a fő pontjai ennek a javaslatnak, és amiben végül ezeknek a pártoknak sikerült konszenzusra jutniuk. Az egyik ilyen természetesen az, hogy arányosítani kell a rendszert, mert a jelenlegi rendszer elképesztően torzít, és el kell törölni például a győztes kompenzációt. A másik dolog, hogy meg kell könnyíteni a külföldön élő magyaroknak a szavazási lehetőségét, hiszen ezek a magyarok arra kényszerültek, hogy elhagyják Magyarországot. Nem fair velük szemmel, hogy még abban is akadályoztatjuk őket, hogy leadják a szavazatukat 4 éven. És van egy harmadik dolog, amire talán még nem annyira tértek ki az előttem szólók, ez pedig a nemi arányoknak a javítása, ami szerintem szintén egy elképesztően fontos kérdés, hogyha a mai magyar parlament összetételét nézzük. Ez a javaslat tartalmaz egy olyan pontot is, ami a nők részvételét erősítené és javítaná a parlamentben. Én egyébként azt gondolom, hogy a parlamentben mindenféle fajta társadalmi rétegnek a reprezentációját javítani kell. Ebben talán egy első lépés lehet a nemi arányok erősítése és a nők jelenlétének a megerősítése. Köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget, és hát reméljük, hogy sok hasonló kezdeményezés jön létre a jövőben. Karácsony Kergely, Párbeszéd. Jó napot kívánok, jó estét kívánok én is.
szeretném megköszönni a Közös Ország Mozgalomnak és az itt lévő pártoknak, hogy létrejöttett ez a mai konszenzus. És ha már megadatott nekem, hogy utolsónként nem tudom elmondani mindazt, amit már elmondtak, csak csatlakozom hozzájuk, és talán annyit mondanék még így a végére, hogy én azt remélem, hogy ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Azt nem tudom megmondani, azok a pártok, akik itt ülnek most, és végül is sok-sok egyeztetés és jóindulatú konszenzus után létrejött egy közös mindannyiunk számára vállalható produktum, hogy végül is hogyan fogunk neki futni annak a választásnak, amely nem biztos, hogy ez szerint a választási rendszer szerint lesz megtartva, de ahogy a nyitó rendezvényen, és ezt nagyon fontosnak éreztem elmondani, most hazzárjam ezzel a gondolataimat, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ennek az egész mostani vállalkozásnak a fő üzenete az, hogy Magyarország valóban egy közös ország, a közös hazája mindannyiunknak, a közös hazája azoknak, akik lehet, hogy nagyon sok kérdésben más gondolnak, de nem gondolják azt a másféleképpen gondolkodókról, hogy nem ugyanolyan egyenjogú tagjai ennek a közös hazának, amiben élünk. Szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, és az is nagyon fontos gondolat, hogy azt tudnunk kell, hogy az arányos választási rendszerek azoknak nagyon messze menő következményei vannak. Például nem lehet egyedül kormányozni egy pártnak, soha. Ebből az is következik, hogy azok a pártok, amik most elköteleződtek egy arányos választási rendszer mellett, elköteleződtek amellett is, hogyha egyszer egy ilyen választási rendszerben fogjuk Magyarországot kormányozni, akkor készek kell, hogy legyenek arra, hogy koalíciós kormányokból veszik ki a részüket. És szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon fontos következménye lehet egy új választási rendszernek, és egy olyan országnak, amiben szerintem mindannyian élni szeretnénk, ahol mindig meglátjuk más gondolataiban a jót, és mindig keressük az együttműködés lehetőségét. Nagyon ráfér már erre az országra az, hogy a vezérkultuszok helyett, a politikusok folyamatos pajzsra emelése helyett gondolkodjunk arról, hogy hogyan lesz ez az ország közös ország, és hogy mi bennünk, nekünk, polgároknak is ebben a dolgunk. Ugye nagyon szépen köszönöm, hogy végülis egy civil mozgalom ültette el a pártokat elsőként egy ilyen fontos ügyben. Ennek is azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van. Magyarország, közös ország. Köszönöm szépen. És akkor most következik az aláírása a közös dokumentumnak. Megkérem a segítőinket, hogy hozzuk be az asztalokat középre, rendezzük mögéjük a székeket, és akkor azt kérem a pártok képviselőitől, akik alá fogják írni ezt a közös memorandumot, hogy a székeikkel vonuljanak majd az asztal mögé. Mindenki kap egy-egy példányt a memorandumból, és kérem, hogy akkor az aláírásukkal ezt hitelesítsék. És akkor a sajtó képviselő nyugodtan csak gondolják, jöjjenek közelebb, amennyiben szükségesnek érzik. És akkor osszuk ki a memorandumokat mindenki elé.
És akkor kérem, hogy írják alá, és lesz egy példány, amit majd, ezek a pártok példány, és lesz egy példány, ami a mozgalom, ami ott van a Péternél, majd Péter, kérlek, hogy akkor azt az egyet még. Fiatalember, meg szeretném kérni, hogy hagyja abba ezt, és ha nem hajlandó ezt megtenni, akkor rendőrökkel fogjuk elvitetni a rendezvényünk helyszínéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. És akkor azt szeretnénk kérni, hogy van egy ilyen nagy alapú nyilatkozat is, ezt az rakjuk le középre, és azt szeretnénk kérni, hogy ezeket is szignózzák a pártok. És ezt mindjárt föl fogjuk majd mutatni a sajtó képviselőinek is, egy kis türelmet kérünk. Kérem a pártok képviselőt, hogy álljanak oda az asztal elé, hogyha mindegyikre került szignó végül. És... És a mozgalom tagjait kérem, hogy akkor a mozgalom szóljait, hogy álljanak előre, mutassák föl a nyilatkozatot, és mindenkinek a kezébe kerüljön egy aláírt példány is. Igen. Hazárul! Szabadulás!
köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. A rendezvények mi nincsen vége. Ugye ez a javaslat arra szolgál, hogy Magyarországon igazságos hatalomgyakorlás legyen. Köszönjük szépen a pártoknak a közreműködést ebben. És a következőkben az elmúlt 7 év talán legfontosabb civil mozgalmárait, mozgalomvezetőit kértük fel arra, hogy méltassák egyrészt a létrejött megállapodást, másrészt pedig beszélnek arról, hogy miért fontos az igazságos hatalomgyakorlás ahhoz, hogy igazság legyen végre Magyarország további területein is. Elsőként Diószegi Nórát, a kettős mérce szerzőit szeretném fölkérni arra, hogy tartsa meg beszédét. Kész egy állvány? Köszönöm szépen. Kicsit meg vagyok lepve, hogy én vagyok az első. Amikor a Marci felhívott, akkor azt mondta, hogy szeretné, hogyha mondanék egy beszédet arról, hogy miért fontos az igazságos választási rendszer a sajtószabadság, illetve a magyar sajtó szempontjából. Hogyha valami nagyon nyilvánvalóval szeretném kezdeni, akkor azt mondanám nyilván, hogy a sajtó számára az, hogy ma született itt egy ilyen konszenzusos megegyezés, az egy hír, vagyis munka számunkra, és nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk, és tudósíthatunk is róla, hiszen ezt is tesszük. De persze ennél jóval többről van szó, a szabad sajtó ugyanis csak úgy, ahogy az igazságos választási rendszer, a demokrácia, a jogállamiság egyik alappillére. A sajtószabadság azonban kényes dolog, és jelenleg Magyarországon elég sok sebből vérzik. Mert amíg egy újságírót megfélemlíthetnek és kirángathatnak egy nemzeti konzultációs fórumról, amíg egy országos napilapot egy őszi szombat reggelen szó nélkül bezárhatnak, és amíg a kormány csak azzal áll szóba, akinek tolba mondhatja a győzelmi jelentéseit, addig a magyar sajtó nem tud szabad lenni. Ha igazságos lenne a választási rendszer, nem kéne végignéznünk, ahogy a regnáló urak 10 körömmel kapaszkodnak szerzett javaikba. Sem tehetetlenül tűrnünk azt, ahogy hatalmuk megőrzése érdekében rabigába hajtják a magyar sajtót, hogy így leplezzék bűneiket. Nem ébrednénk arra, hogy felfolyják a megyei lapokat és ellopják a vidéki nyilvánosságot, nem áradna a KRTV reklámszünetében a gyűlöletpropaganda, nem neveznék ki az ellenzéki sajtó képviselőit közellenségnek. Mert akkor választott vezetőink is tisztában lennének vele, hogy tetteiknek következményei vannak, és 4 évente minden magyar állampolgárnak joga és lehetősége van véleményt nyilvánítani a munkájukról. És akkor lenne súlya a sajtószavának, nem álhírek és rémhírek tematizálnák a közbeszédet, és nem sikkadnának el büntetlenül a korrupcióról, a bűncselekményekről, a végtelen politikai gőgről szóló híradások. Akkor ideológiától, eszméktől függetlenül minden újságíró újra egyenlő tudna lenni, és szabadon írhatná azt, amit legjobb meggyőződése sugall. Az pedig már az olvasó döntése szabad választása lenne, hogy mit vesz a kezébe. Ez pedig elemi érdeke mindannyiunknak. Mert mindaddig, amíg minket ebben megakadályoznak, addig a társadalmat fosztják meg a lehetőségtől, hogy tudják, mi folyik ebben az országban. De a magyar társadalomnak joga van az objektív tájékoztatáshoz, joga van ahhoz, hogy tájékoztatva legyen. Mint ahogy ahhoz is joga van, hogy egy igazságos, jogállamhoz méltó választási rendszerben megfelelően tájékoztatva dönthessen arról, hogy kire bízza az ország a jövőjét. A demokrácia, a jogállamiság ugyanis erről szól. Köszönöm szépen! Diószegi Nórát hallották, nagyon szépen köszönjük a beszédet, köszönjük szépen! Ahogy Nóra jelenléte, úgy a következő vendégünk jelenléte is nagyon nagy büszkeségre ad okot. Nagyon örülünk annak, hogy Ács Sándorné elfogadta a meghívásunkat. Kishantos hősét üdvözöljük az Agórán!
És felhívnám a sajtó képviselőit is, hogy szerintem Árd Sándornél szavai izgalmasabbak, mint bármely trollé, aki egyébként megpróbálja lejáratni ezt az egyik nagyon fontos rendezvényt. Árd Sándornét hallgassuk meg. Köszönjük szépen, hogy itt van. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a felemelő hangulatú és felemelő jelentőségű rendezvényen itt van. És nagyon, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akihez eljut ez a mai esemény, és akinek módja van megnézni, hogy mi is történt itt. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Meggyőződésem, hogy a politika az a közös ügyeink intézése. És nem semmi más, nem az, aminek ma Magyarországon nagyon sok ember gondolja. Nem hatalmi játszmák, nem diktatúra, nem önkényeskedés, nem az ország kirablása, nem korrupció, hanem a közös ügyek intézése. És rendkívül hálás vagyok Gulyás Mártonnak és munkatársainak azért, hogy ők szépen, egyszerűen, csöndben, egyszerűen csak elkezdték ezt a munkát, és elkezdtek közösen gondolkozni a közös országunkról. Nagyon szerencsés vagyok, mert pontosan az én gondolataimat fogalmazták meg, hiszen valóban itt élünk 10 millióan ebben az országban, és napról napra nagyobb veszélyek között, egy napról napra sötétebbé váló diktatúrában, úgyhogy közben kihúzzák alulunk a legalapvetőbb erőforrásainkat, mint például a termőföldeket, és éppen itt az ideje, hogy igenis, hogy kezdjünk el komolyan gondolkozni a közös ügyekről. A másik nagy vágyam az volt, hogy igen, már elég régóta harcolok én, nem csak kishantosért, azért harcolok, mert az országért harcolok, a megmaradásért, a ti jövőtökért. És olyan sokszor fordult meg a fejemben, hogy hát megteszünk mindent néhányan, nem túl sokan ezért az országért, akik tényleg tisztán az országért dolgoznak, de olyan jó lenne, már fáradunk, olyan jó lenne, ha a fiatalok is most már végig gondolnák és beszállnának. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Én a kishantosi történetben megtanultam nagyon sok mindent, és sokkal, de sokkal többet tudok erről a mai kormányról, mint bárki más. Mondhatom azt is, hogy pánikban vagyok, de nem magam miatt, hanem az ország miatt. A 2018-as választás lesz az utolsó esélyünk arra, hogy megszabaduljunk, és hogy visszaszerezzük az országunkat. Hatalmas jelentősége van ennek a munkának, amit Gulyás Márton és csapata és a politikai pártok elvégeztek, hiszen rávilágítottak arra, hogy az összes sötét disznóság között az egyik legsötétebb az, hogy az uralkodó párt visszaélve a hatalmával úgy alakította a választási rendszert, hogy soha ne lehessen leváltani. Én azonban nagyon jól ismerem ezt a társaságot. Éppen most vagyok egy olyan helyzetben, hogy egy megítélt, jogerősen megítélt bírósági ítéletre fütyül a kormány. Végrehajtást kellett indítanunk az állam ellen, ami hát egy elég furcsa helyzet. Ezért arra kérek mindenkit, hogy nézzen szembe azzal a ténnyel, hogy nem fogják elfogadni ezt a javaslatot. Ezért... Sajnos úgy látom, hogy a választásokon még a régi választási rendszerben kell nyernünk, nekünk magyaroknak, és arra kérek mindenkit, hogy gondolja végig ebben a felelősségét, és tegyen meg érte mindent, hogy
le tudjuk bontani ezt a diktatúrát, és vissza tudjuk szerezni az országunkat. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Ács Sándornét hallották. Köszönjük szépen. A következő vendégünk, akit szólítani szeretnénk, aki szintén nagy büszkeségre ad okot, hogy itt van velünk. Ő volt az, akinek volt bátorsága a NAV dolgozójaként kimondani azt, hogy a NAV ma nem az egyenlő teherviselés intézményi biztosítéka, hanem a megrablásunknak az intézményi biztosítéka. Ő volt az, aki kiállt és elmondta azt, hogy hogyan fedezi a hivatal azokat az 1000 milliárdos csalásokat, amelyek a költségvetést károsítják meg, a közös kasszánkat károsítják meg, és azután viselte mindazt a megkurcoltatást, amit kizárólag azért, mert egy igazságosabb országért küzdött, el kellett viselnie. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Horváth Andrást! Köszönöm szépen, jó estét kívánok, sziasztok! Azt sajnálom, hogy szétszélettek a pártok képviselői nagy részt, mert amit mondani akarok, az főleg nekik szólna. Vannak azért, akik itt vannak, hála Istennek. Tehát azzal akarom kezdeni, hogy amikor elkezdődött ez az egész, még valamikor a CEU tüntetések idején, amikor Marci meghirdette a közös ország mozgalmat, akkor sokan belevágtunk már ugye ebbe az egészbe, sokan elindultak már ilyen kezdeményezésekkel, de mind valahogy elhalt. És egy kicsit szkeptikus volt az ember, hogy mi lesz ebből az egészből, meg a fő célból is, hogy rákényszeríteni a politikai erőket arra, a mostani politikai erőket arra, hogy megszavazzanak kétharmaddal egy új választási rendszert. De aztán, amikor itt voltam a megnyitóján ennek a közös ország mozgalomnak, az Agorának a megnyitóján, akkor azt lehet mondani, hogy egy kicsit büszkeséggel töltött el, hogy végre egy civil kezdeményezéssel, civil motorral sikerült leültetni egymás mellé azokat a pártokat, akik között egyébként látja mindenki, sokuk között kibékíthetetlen ellentétek vannak. De volt egy olyan közös ügy, ezt már sokan megfogalmazták itt ma, amelyik egyébként minden demokratikus államberendezkedésnek az egyik alapja, az a választási rendszer, amiben le tudtak ülni egymáshoz egy ilyen négyszögletű kerekasztalhoz, és meg tudtak egyezni egymással, sőt a mai napnak a jövőre is reményt adó hozadéka, hogy alá is sikerült érni konszenzussal ezt az egészet, úgyhogy ezért szeretnék gratulálni a pártok képviselőinek, és Gulyás Márton civil csapatának is, hogy létrehozták ezt az egészet. A másik, ami megfogalmazódott bennem, mióta tart ez a rendezvénysorozat, vagy illetve ez a konszenzus teremtő választási törvény kialakítása, hogy van-e B-terv az egészbe. Ugyanis nagyjából el lehet képzelni, hogy a Fidesz nem nagyon lehet rákényszeríteni arra, hogy ezt a választási törvénytervezetet megszavazza, tehát nem biztos, hogy törvény lesz belőle, és akkor úgy kell neki mennünk majd a 2018-as választásoknak, hogy itt van ez a Fidesz saját képére formált választási rendszer, egy tisztességtelen választási rendszer, de valahogy így is meg kell próbálni kitolni őket a hatalomból. És az a félelme az embernek, ugye, hogyha nem sikerül ezt a törvényt megszavazni, vagy alá van írva ez az egész, mindenki nagyon büszke, hogy szétszéled ez a mozgalom, szétszélednek a pártok, tovább folyik a verseny egymás között, tovább folyik néha egymásnak az alázása, ami nagyon nem lenne jó. Ugyanis nyilvánvaló a pártoknak az a célja, az a rendeltetése, hogy egy versenyben megmérkőzzenek egymással, és utána a többsége az majd kormányt alakít. Csak ez nem tisztességes választási rendszer, nem tudunk rendszert váltani akkor, hogyha akár ezzel a választási rendszerrel, akár másikkal nem váltjuk le ezt a garnitúrát. És van egy elemi igény a választók részéről, meg a civilek részéről egyre inkább azt tapasztalni, hogy nem érdekli őket, hogy milyen feszültségek, milyen ellentétek vannak a pártok között, hanem a civilek azt akarják, hogy ezt a korrupt bandát, ezt a korrupt rendszert 2018-ban egyszer és mindenkorra távolítsuk el. És a civileknek az az igénye,
hogy együtt a civilekkel, együtt a pártok próbáljanak meg valami olyasmit összehozni 2018-ban, ami azt lehetővé teszi. Jelen pillanatban mai tudásunk alapján két ilyen lehetőség van. Az egyik az a technikai koalíció, a másik pedig egy koordinált indulás az egyéni választókörzetökbe, illetve ez a kettő kombinálva. Én azt mondom, hogy ebbe az irányba is el kellene kezdeni gondolkozni, el kell kezdeni gondolkodni közösen civileknek, pártoknak ezen a B-terven. Marci, hogyha most megfogtátok őket ezzel az egészen jó útra, ráállítottátok az útra ezt a politikai rendszert, ráállítottátok egy pártra, nem szabad őket elengednünk, és ennek az erőnek, amit most kialakulni látszik, ezt kell felmutatni 2018-ban is, és ebben azoknak is helye kell, hogy legyen, akiknek most itt kellene lenni, de nincsenek itt, mert a matematika, ami a hátterében áll annak, hogy le lehessen váltani ezt az egészet, az nagyon makacs, és azokra is szükség van, akik most nincsenek itt. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Horváth András hallottátok, köszönjük szépen! A következő megszólalónk, akinek szintén nagyon hálásak vagyunk azért, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nyilván jól ismeritek őt, hiszen számtalanszor felszólalt azon a téren velünk szemben az országnak csúfolt ház előtt, ami valójában nem a közös ügyeink intézésének a helyszíne sajnos jelenleg, hanem az elnyomásoknak a színhelye. Annak az elnyomásnak a színhelye is, ami például a közoktatásban tapasztalható, és aki most következik, ő szakadatlanul azért küzd, hogy végre egy igazságos közoktatási rend legyen ebben az országban is, hogy végre ne alattvalókat, hanem felelős, aktív, öntudatos állampolgárokat képezzenek az iskoláinkban. Következik Törlei Katalin a Tanítanéktól! Jó estét kívánok! Így jó. Tanár vagyok, és hát szoktam elég sokszor diákok előtt beszélni, meg időnként nagyobb közönség előtt is, de azért elég izgulós is vagyok, úgyhogy összeírtam egy pár gondolatot, amikor a Marci megkért, hogy itt szólja. De rövid leszek nagyon, mert olyan sokat beszéltünk és írtunk már a mai magyar iskola folytogató levegőjéről, arról a szabadság és oxigénhiányról, ami agyon terheli, agyon nyomja, megnyomorítja az iskolához bármilyen módon kötődőket. Megnyomorítja az általában csak agódó és saját menekülő utakat kereső, de néha a gyerekeik túlélésért küzdő szülőket, a gyerekeket és fiatalokat, akik többet robotolnak naponta, mint amennyi a munkatörvénykönyvében felnőtt munkavállalók számára megengedett, de mégsem kapnak használható tudást, ami eligazítaná őket, megtanítaná őket boldogulni és boldognak lenni, önérvényesíteni és kiállni azokért, akik erre nem képesek. Azokat a gyerekeket és fiatalokat, akikről iskola és állam egyaránt eleve lemond, akiket kihajít a rendszer. És megnyomorítja a tanárokat, igen, az agyon kritizált, agyon fizetett, kontraszelektált, fásult tanárokat, meg a lobogó, majd kiégő szuperhősöket, igen, ezt a sokféle, sokszínű tanári társadalmat, akik maguk is fuldokolnak. Nem csak a túl sok feladat miatt, hanem amiatt is, hogy látják a tanítványaikat, és azt, hogy nem így kéne, nem ezt kéne. A mostani megállapodás az egy picit olyan, mint hogyha ebben az oxigénhiányos, ritka levegőjű, puhos levegőjű iskolaépületben valahol résnyire ablakot nyitottak volna. Az ember felkapja a fejét. Ha létrejön egy igazságosabb választási rendszer, és ezzel a hatalomgyakorlás is igazságosabbá válik, akkor ez logikusan jelentheti azt, hogy a nagy alrendszerek, így az oktatási rendszer is demokratikusabban kezdhetne működni. A jelenlegi ország és oktatásirányítástól megszoktuk, hogy intézkedéseik vitathatatlanok és megkérdőjelezhetetlenek. Hogy mindent belep és megdermez a sikerpropaganda cukormáza, hiába a tömegessé váló egyéni ellenvélemény. És én ennek a megváltozását várom a leginkább. A kérdések és a vita visszatérését a közéletbe és az oktatás ügybe is. A beleszólást, a kételkedést, a párbeszédet.
a szakmai méltóság rehabilitálását, az egyéni vélemény elismerését. Én nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy oktatási nemzeti minimum, hiszen rengeteg különféle érdek és vélemény kavarog ebben a témában. Az viszont biztos, hogy a tanítanék mozgalom és a szakmai szervezeteket tömörítő civil közoktatási platform kész a vitára. Nyitottak vagyunk, készek és felkészültek. Letettük az ország közös asztalára a hosszú távú oktatási víziónkról szóló vitaanyagot, a kockás könyvet, és most a héten megjelentettük azokat a gyorsan bevezethető ártalomcsökkentő azoknak a gyorsan bevezethető intézkedéseknek a listáját is, amelyek már a jövő év szeptemberétől enyhülést hozhatnának az iskolákba és megállíthatnák a rombolást. Nem csak azt reméljük, hogy az igazságosabb hatalomgyakorlás visszahelyezi a vitát és az egyeztetést, a valódi érdemi egyeztetést az állam alapvető működési módjába, hanem azt is, hogy ezeket a vitákat és egyeztetéseket már most elkezdhetjük az arra nyitott demokratikus pártokkal. Ezért örülök, hogy még itt vannak. Mert azt szeretném közölni, hogy erre a vitára, erre az egyeztetésre számíthatnak és számítsanak is mindazok, akik itt most képesek voltak megegyezni, hiszen továbbra is a gyermekeink jövője a tét és a közös országunkért, és mi ezért dolgozunk, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak ezért kell dolgozni, és ezért kell lépni, önöknek is, akik itt most megállapodtak egy dologban. Folytassuk. Köszönöm. Törlei Katalint hallottátok. Köszönjük szépen. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta a meghívásunkat az az ember, aki azt gondolom, hogy rengetegünket, nagyon sokunkat inspirált azzal az önkritikus magatartással, amivel kiállt, és elmondta azt, hogy hogyan szembesült a saját politikai közösségének a kétarcúságával, hogyan dolgozta föl ezt az élményt, és hogyan próbál azóta tenni azért, hogy végre erkölcs és politika ne legyen egymást kizáró fogalom, hanem egymást előfeltételező fogalmak lehessenek. Nagy szeretettel köszöntjük az Agórán Lukácsi Katalint! Köszönöm a meghívást. Én tényleg nagyon kicsi pont vagyok, és ezért is nagyon megtisztelő, hogy ebben a nagyon előremutató kezdeményezésben részt veszek. Rendszerváltás kutató történész vagyok, és valóban volt egyfajta párhuzamosság érzésem, amikor a videót néztem. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, és remélem, hogy ez a mozgalom végre javít a rémes PR-ján a politikának, ugyanis úgy nem tudunk demokráciát építeni, hogyha a jövő generációnak nincs kedve politizálni, és én remélem, hogy ti a közös ország mozgalma ezt reklámozza a politikát, hogy ezt igenis van értelmet csinálni. Úgyhogy hajrá! Az, hogy én itt vagyok, azt is üzeni, hogy a kormány propagandája, amely azt üzeni mindig, hogy csak ő a letéteményese a kereszténységnek, és aki a kormányt kritizálja, az a kereszténységet rombolná, ez teljesen hazug. Mi hívők, zsidók, keresztények, muszlimok Istenben hiszünk, és nem politikusokban, és nem szabad, hogy ezért megosszon bennünket a politikai színezet, mert ez teljesen másodrangú és huszadrangú kérdés. Márton arra kért, hogy meséljem el, mi nekem az igazságos hatalomgyakorlás. Számomra annak két alapfeltétele van. Az első fontos az, hogy a hatalom legyen magabiztos, ezért a félelem ne torzítsa el a hatalomgyakorlást. A másik pedig az, hogy a hatalom gyakorlóinak a hatalmat nem öncélnak, hanem eszköznek kell tekinteni, eszköznek a szolgálatra. Égető hiányát érezzük sajnos ennek a szemléletnek, különösen abban, ahogy az állam az önálló autonóm szervezetekhez viszonyul, mint mondjuk a civil szervezetek vagy az egyházak. Az állam önzésében és kicsinyességében túlterjeszkedik önmagán, markában tartja és egymás ellen kijátsza ezeket a szervezeteket. A civil törvény visszásságait ismerjük, de az egyházak például leginkább attól szenvednek, hogy egyrészt önkényessé vált, hogy kiszámít ma egyháznak. Nagyon fontos közösségek megszűntek egyházak lenni, ami teljesen visszás és igazságtalan. Másrészt pedig az egyházfinanszírozás módja roppantul kiszolgáltatottá teszi a napi politikának, az egyházakat és a szabadságokat is korlátozza. Én nagyon remélem, hogy az a parlament majd, ami már ezáltal a választási törvény
törvény által lesz megválasztva. Az egyik első lépése az lesz, hogy egy sokkal áthátlatóbb és önállóságra bátorító egyházfinanszírozási törvényt szavaz majd meg ez a parlament. Ez a 21. század záloga, és nagyon fontos, és ez is a közös ország mozgalmának az egyik lehetősége, hogy mi megtanuljuk, hogy egyenrangúak vagyunk az állammal. Nekünk kell közösen megtanítunk az államot, hogy a többi szereplőt a társadalomban egyenrangú partnernek tekintse, és mi is elszoktunk ettől, hogy mi ennyire bátrak legyünk, és remélem, hogy végre megtanuljuk, hogy nekünk igenis jogunk és kötelességünk is kiállni a saját jogainkkal, és mi együtt nem az állam, hanem mi állampolgároknak kell, hogy erősek legyünk. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogy itt voltak. Lukácsi Katalin, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a figyelmet! Azt szeretném kérni most a Közös Ország Mozgalom jelenlévő aktivistáitól, akik vannak esetleg, hogy gyertek ide, légy szíves az agora közepére. Aki csak tud, akinek most nincsen különösebb technika vagy egyéb feladat, gyertek ide a színpadra, kérlek! Aki csak tud és lehetőségében áll, az jöjjön ide a mozgalom aktivistái közül, akik itt vannak most. Gyertek oda oldalról is be, gyertek ide, itt elől is van még rengeteg hely. Gyertek be! Hogy előre? Nem lehetünk itt most mindannyian, de akik most itt vagyunk egy pillanat még azonnal, azzal kezdtem az egész rendezvényt, hogy nagy köszönet illeti a Közös Ország Mozgalom aktivistáit azért, mert ezt a mozgalmat működtetik. Működtették az agórát, működtettek mindent, ami kellett ahhoz, hogy ez a munka folyamat ilyen gördülékenyen és ilyen hatékonysággal meg tudjon valósulni. Akik itt vannak most, és akik nem lehetnek itt velünk, mert jelenleg éppen máshol végeznek szintén munkát, nekik kérünk most egy nagy tapsot, mert ők illeti meg ez a dicsőség. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ma egy mérföldkőhöz érkeztünk el, de ez nem azt jelenti, hogy a mozgalom befejezte volna működését. Sőt, hétfőtől kezdődően elkezdődik ennek a törvénynek a kodifikálása, törvényszövegé gyúrása, és amint ez megszületik, a parlamentben a beterjesztése. Mi meg fogjuk keresni ezzel a törvényszöveggel a regnáló kormánypártokat és azokat az ellenzéki pártokat, vagy azt az ellenzéki pártot, aki most jelenleg még nincs itt, hogy amennyiben úgy gondolják, akkor csatlakozzanak, és segítsék azt, hogy Magyarországon végre igazságos hatalomgyakorlás lehessen. Azt gondolom, hogy úgy a pártok képviselőinek a beszédeiből, úgy az előbb felszólaló civilek, mozgalmárok beszédéből pontosan lehetett érteni azt, hogy az igazságos hatalomgyakorlás nem csak azért fontos, hogy kinek hány parlamenti szék jut majd a parlamentben. Nem. Igazságos hatalomgyakorlás kell ahhoz, hogy ezt az országot feszítő összes igazságtalanságot végre egyszer és mindenkorra felszámoljuk. Az igazságtalanságot az egészségügyben, az igazságtalanságot a közteherviselésben, a bérkérdésekben, az oktatásban és így tovább. Az összes igazságtalanságot, ami feszíti ezt a társadalmat, és amelyek miatt most azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, kicsik vagyunk, és hogy nincs értelme semmifajta politikai mozgásnak, hogy ezt végre egyszer és mindenkorra magunk mögött hagyjuk már. Éppen ezért a kodifikációval egy időben az agóra országjárása fog indulni.
rengeteg megkeresés érkezett hozzánk az ország minden pontjából, és mi felelősségnek érezzük azt, hogy elvigyük ezt a hírt az ország minél több pontjába, hogy igenis van remény. Van remény arra, hogy legyen végre igazságos hatalomgyakorlás, hogy legyen végre igazság Magyarországon. Október 23-áig minél több pontjára szeretnénk elvinni ezt a hírt az országnak, hogy felrázzuk ezt a társadalmat, és segítsük azt a folyamatot, hogy egymásra találjanak azok a szereplők, akik igenis azt igénylik, hogy végre igazságos hatalomgyakorlás legyen ebben az országban. És október 23-án fogunk visszatérni ide, az Agora helyére, és megszervezzük azt a tüntetést, és elvárunk ide, és elhívunk ide minden pártot, aki részt vett ebben a folyamatban, vagy csatlakozna ehhez a folyamathoz, szakszervezeteket, mozgalmakat és egyéb szerveződéseket, akik azt szeretnék, hogy 2018-ban végre az igazságos hatalomgyakorlás éve köszöntsön rá Magyarországra. Ezt nem én fogom csinálni. Ez nem rajtam múlik. Ezeken az embereken múlik itt, akik itt állnak, és eddig mérhetetlen mennyiségű munkát tettek a mozgalomba. Múlik önökön is, akik itt ülnek most velünk szemben, és nagy szeretettel várjuk önöket a mozgalomba. Múlik rajtatok is, akik ott ültök a képernyőtök mögött, és néztek bennünket. Titeket is várunk a mozgalomba, és várunk mindenkit, aki azt szeretné végre, hogy igazságos hatalomgyakorlás legyen ebben az országban. Gyertek, csatlakozzatok a mozgalomhoz, csatlakozzatok az országjáráshoz, és október 23-án találkozunk itt, és közösen fogunk küzdeni az igazságos hatalomgyakorlásért. Köszönjük szépen, és akkor a rendezvények ez a része itt most véget is ér, és mostantól a partié az idő. Azt kérjük, hogy maradjanak velünk, maradjatok velünk, használjuk az agórát, és töltsük meg zenével, amit... Hol van a DJ-nk? Hol vagy Starsky? Starsky, készen állsz? Akkor csapassuk!